Jósét kívánok, üdvözlök minden légkötő orgasztásot, ismerőst, meg barátot. Már a múltkor egy videóban bemutattam, hogy a varrógéptől szénőtartós spúl, szénős spúlnik, közé esztegáltattam ezt a saját tervezésű távtartókat, hogy mikor meglazul a célna, ne tudjon közé menni a két spúlninak. Most annyi változtatást lett még meg kitervezve, hogy ismét hülyeskedő esztegális barátommal esztegáltattam ilyen egyoldalú fekete műanyagból készült lapokat, amit pont erre a méretre van belesülyeszve, 1 mm mélyen, hogy betakarja a szélit a célna spúlninak. A másik oldalt is mindjárt behelyezem. Ezt egyesével is lehet használni, kettesével is, ahogy a kötés igényli. Mindjárt megmutatom. És gyakorlatilag ez így néz ki. És így még könnyebben jön le a célna, de viszont ugyanúgy nem csúszik meg, hogyha jól van beállítva. Ez az egyik fajta. A varrógéptől spúlnak, ezeknek a Hentz-féle szabályméretű spúlniknak, ugyanígy esztegáltattam egy másik méretű, ez mélyebb, ugyanúgy, amiatt, hogy teljesen ide ne tudjon bemenni a két vár közé a célna, hogyha meglazul. Mert például ezeknél az szokott előfordulni, hogy egy belazul célna, akkor ide mellé ugrik a célna tartó spúlni fejhez ide, és akkor mindig gondolmat okoz. És ezek meg úgy néznek ki, hogy így teljesen bezárja, és itt a széle nem tud alá menni a célnak. De mindjárt megmutatok egyet élőben. Egyszerűen ez ki van tulajdonképpen húrva, és a célna spúrni átmérője van meg kikönnyítve. És olyan mélységben, hogy teljesen eltakarja a célnának a célna spúrnak a szélit. És ilyen egyszerű. És nagyon szépen engedi a célnát, anélkül, hogy fönnakadjon, ugyanúgy vissza lehet tekerni vele, mert nem csúszik meg a célna spúrnia, ebbe a fekete mélyre is már megint így vissza lehet tekerni. És úgy is lehet alkalmazni, hogy ha nincsen gyárilag be van a papírral fedve a spúrninak a közepe, így most nem kell őre kifúrni vagy kinyomni belőle a papírdugót, hanem így lehet használni, mert ennek a fekete műanyagnak a közepébe lesz, ha jön bele a bobin tartónak a csapja. És ilyen egyszerű átcserélni. És mint ahogy látható itt a videón, teljesen betakarja, hogy nem látszik ki a széle, hogy meg itt le van szépen törve az éle, hogy nem vágja el a damit, vagy a célnát, és minden spúrni tartónál ezt föl lehet előre is rakni, és akkor így lehet használni. Ez mindig egyforma szabályméret. Van egy jó pár előkészítve, most 10 darab spúrnihoz van, egy 10 darab szabályméretű spúrni tartó, és mindig rá fogom így helyezni, hogy gyakorlatilag védje a célnát használat közben. Egyszerűen használható az egész. Itt látható a készlet, és ennyit szerettem bemutatni. Ezek a kell, amikben nincs olyan besülyezt olyan mélyen, mert mindig ez a célna spúrni tartón, a célna tartónak ez a szélessége határozza meg, hogy milyen fajta, melyikbe való. És így teljesen belesüllyed. Ez meg a varrógép célnának. És azért különbözik az átmérője és meg a mélysége. Ezért olyan mélyen van beletéve, hogy elfedi teljesen a célna tartónak az élit, ahogy már mutattam. Ennyit szerettem volna bemutatni. És a többit is így ellátom. Még egyedül ez a nagyon nagy méretű, amin az őzike szőr vagy a szalva szőrt nagyon erős sejemfonallal, ami szinte szakíthatatlan ilyen nagy spúrnival van föltéve. Nem készítettem, ebből nagyon keveset használok, és tökéletesen elég. Köszönöm szépen a megtekintést, és bármilyen kérdésük van ezzel kapcsolatban, nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen a megtekintést, minden jót kívánok!